A siófoki térfigyelő kamerarendszer hálózat egy elég összetett több gyártótermékét tartalmazó hálózat többféle technológiával, és a továbbfejlesztési terveknél szerettünk volna egy egységes rendszerbe integrálni ezt a hálózatot, és ennek kapcsán megnéztük a magyarországi piacon elérhető gyártókat, ezeknek a termékeit, és végeztünk is ezzel kapcsolatban egy gyakorlati tesztelést, aminek kapcsán a Dahua gyárnak a termékei tűntek a legígéretesebbeknek. A Dahua már ezen a teszten mutatott mesterséges intelligenciára vonatkozó megoldásokat is, és a Dahua AI rendszerét tartottuk az összes többi gyártó közül a legmagasabb szinten fejlettnek, épp ezért gyakorlatilag a Dahua rendszert választottuk. A Dahua mesterséges intelligenciás rendszernek a nyári tapasztalatai nagyon ígéretesnek tűnnek, és ezen tapasztalatok mentén tervezzük a rendszer további alkalmazásainak, illetve a használatának a fejlesztését. A jogszabályi környezettel kezdeném. Jelenleg Magyarországon a térfigyelő kamerarendszereket vagy a magyar rendőrség, vagy pedig a közterületfelügyeletek nézhetik. Nincs ez másképp Siófok városában sem. Ugye a Siófok városában a városőrség, a közterületfelügyelet. Siófok, jól mindenki tudja, hogy egy üdülőváros, itt nyáron nagyon sok ember fordul meg, nem egy utolsó dolog a biztonság. Na most a térfigyelő rendszerünk eddig megvolt körülbelül 300 kamerával, viszont több szoftveren lett futtatva. Ennek a megoldására kerestünk egy szoftvert, és a Dahua lett kiválasztva, amely egy egységes platformon tudjuk kezelni, mint a rendőrök, mint mi is a térfigyelő kamerák figyelését, az operátori tevékenységet. És azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős javulás volt tapasztalható mint felderítési alapban, mint bűnmegelőzésben, a nyár tekintetében. Én úgy gondolom, hogy a Dahua mesterséges intelligencia által támogatott kamerarendszerek nagyon nagy segítséget nyújtanak ebben, hisz az ide látogató üdülő vendégek biztonságban szeretnék érezni magukat, és egy üdülővárosnak ez is nagyon fontos.